ruhában és kesztyűben a végzősök. Magyar írásbelivel kezdődött az érettségi. Enyhültek a kijárási korlátozás szabályai. Hétfőtől kötelező a maszkviselése. Nagy átalakítások, 100 milliós költségvetés, új vezetőedző és játékosok az Előre NKS-nél. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Új védekezési szakaszba léptünk, emelte ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői online tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, megváltozott az adatszolgáltatás a koronavírus.gov.hu oldalon, most már az aktív fertőzöttek számát is nyilván tartják. Ismertette, hogy jelenleg 2055 aktív koronavírussal fertőzött beteg van Magyarországon, amelyből 1290 fő Budapesten és Pest megyében van. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy egy hete nem nő jelentősen a fertőzöttek száma és az elhunytak száma sem. Kiemelte, stabilizálódni látszik a napi 10 körüli halálozási szám. Müller Cecília arról is beszélt, hogy a házi orvosokhoz telefonon kell bejelentkezni. Mint mondta, a váróban egy óra alatt nem lehet 4 embernél több. Hozzátette, időpontra kell érkezni, és ha valaki nem ér oda, akkor új időpontot kell kérni. Hangsúlyozta, a betegek között a távolságtartás időben és térben is nagyon fontos. Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött el az írásbeli vizsgák sorozata hétfőn. A diákok elsőként magyar nyelv és irodalom tantárgyból adtak számot tudásukról. A korábbi években megszokottnál egy órával később, 9 órakor kezdődött el a vizsgáztatás. A Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a BSC-ben 850 diákat számolt tudásáról, továbbá egy tagintézményük az emelt szintű vizsgák lebonyolításában is érdekelt. Mucsi Balázs kiemelte, követték az előírt utasításokat a vizsgák biztonságos lebonyolítása érdekében. Hozzátette, a diákok másfél méteres távolságra álltak egymástól, és egyesével léptették be őket az intézményekbe, ahol kesztyűt és maszkot kaptak. A szakképzési centrumban az országos elvárás, ugye az 10 fő per terem, a szakképzési centrumban ez 5 + 8 diák per teremre szorítottuk le, egy-két helyen van talán csak az, hogy 10 vannak egy teremben. A fertőtlenítés folyamatosan működik, a technikai munkatársaink azok már hetek óta fertőtlenítik az összes eszközt, az összes tankönyvet, az összes olyan eszközt, könyvet, amely használható az írásbeli érettségim. A magyar érettségi két részből állt, a vizsgázóknak 90 perc alatt szövegértési és szövegalkotási feladatokat, míg a vizsga második részében maximum 150 perc alatt egy műértelmező szöveget kellett írniuk. A Kós Károly tagiskola egyik magyar szakos tanára elmondta, az idei feladatsor a vizsgázó barát érettségik közé tartozik. Véleménye szerint a diákoknak elegendő idejük volt megoldani a feladatokat, hiszen a legtöbb kérdés a szövegből visszakereshető információkra kérdezett rá. Az előző évekhez képest ebben az évben a szövegértésnél kevesebb volt a feldolgozandó szöveg, tehát jóval rövidebb volt, és kevesebb kérdésre is kellett nekik válaszolni, és a szöveg nehézsége is közepes volt, úgyhogy én azt hiszem, hogy alkalmas volt tökéletesen a gyerekek tudásának a mérésére. A magyar érettségit követően több diák is elmondta, hogy a vártnál könnyebb feladatsort kaptak idén. Úgy érzem, hogy sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam. Tehát nagyon ilyen diákbarát volt a szöveg is, jól értelmezhető volt, át lehetett olvasni, időnk is volt rá bőven. Szerintem könnyebb volt, mint amire számítottunk. Az érettségi kedden a matematika írásbelivel folytatódik. A Békés megyei kormányhivatal is folyamatosan ellenőrzi a bentlakásos szociális intézményeket és idős otthonokat az országos tisztifőorvos által elrendeltek alapján. A szakemberek a járványügyi előírások betartása mellett azt is vizsgálják, hogy az intézmények megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerrel rendelkeznek, és azt is, hogy ha kell, akkor mindent, így például a viselt ruhákat el tudják-e helyesen különíteni. A kormányhivatal illetékes szakemberei hétfőn Gyoma Endrődön, az őszi napsugár idősek otthonában tartottak ellenőrzést.
Nem csak az érettségi vizsgák kezdődtek el hétfőtől Magyarországon, hanem új védelmi intézkedéseket is bevezettek ettől a naptól. Az egyik legfontosabb a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos változás, hogy mostantól kötelező a száj és az orr eltakarása az üzletekben, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Hétfőtől már ebbe az élelmiszerboltba is csak maszkban léphettek be a vásárlók Békés Csabán, ezt az emberek nagy része be is tartotta. Kötelessége volna mindenkinek, nem csak az időseknek, mert én még csak 86 éves vagyok, de elhordom, de a kesztyűs itt van a táskában, ahol szükséges, akkor azt is használom. Az élelmiszerboltban dolgozók igyekeznek betartatni a vásárlókkal a szabályokat, ha valaki nincs maszk, felszólítják ennek viselésére, vagy a bolt elhagyására. Az üzletvezető helyettes elmondása szerint a délelőtti idősávban nincs probléma, délután azonban kevesebben viselnek maszkot. Szóltunk, hogy legyen szíves akkor eltakarni az arcát. Egy hölgy volt, akinek volt még egy ilyen nyaksája, amit rá tudott húzni az arcára. Illetve én találkoztam egy fiatal emberrel, akinek szóltam, hogy takarja el az arcát, mert kormányrendeletben van. Sajnos megvonta a vállát és tovább ment. Kis Róbert rendőr alezredes az operatív törzs május 3-ai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hétfőtől megkezdődik a járvány elleni védekezés új szakasza. Hétfőtől mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközön való utazás során szájat és orrot eltakaró eszközt viselni. Ilyen eszköznek kell tekinteni az orvosi maszkot, a sálat, a kendőt. Kis Róbert hozzátette, fokozatosan, szigorú menetrend szerint biztosítják a korlátozások feloldását, Budapest és Pest megye kivételével. Az ország minden részén kinyithatnak az üzletek, strandok, múzeumok és állatkertek, nyitvatartási idejük nem korlátozott. A karantén időszakában minden intézmény online módon adja le az anyagait a diákoknak. A Fit Dance Center tánciskolában zárt internetes csoportban teszik közzé az órai anyagokat. A táncpedagógusok szerint egy óvodáskorú gyermeket nehezebb az új tanítási módszerrel oktatni. A Fit Dance Center tánciskolában jelenleg zárt csoportokban tartják az órákat. Az oktatók visszajelzés kérése esetén segítenek a diákoknak. A táncosok home office egyébként úgy néz ki, hogy van egy állvány, rátesszük ugye a telefonunkat, csatlakoztatjuk, hátrébb jövünk, és a lehetőségek szerint megnézzük, hogy körülbelül milyen szögbe vagyunk, és indulhat a tánc. Az iskola egyik táncoktatója elmondta, hogy a bemelegítés után több lépésben magyarázza el a lépéseket, aztán következik a levezetés. Molnár Sándor úgy fogalmazott, életének fontos eleme a tánc, saját példáján keresztül mutatja be, hogy mit adhat ez a mozgásforma. Meditáció, visszafordulás magadba, a tánc maga. Nagyon kevesen tudják elérni gyorsan azt, hogy nagyon élvezzék az emberek, és teljesen kiürítik a fejüket, és csak a tánccal is, a zenével is, a szenvedéllyel foglalkozzanak. Ez egyébként a cél, hogy ez legyen meg, ez a végeredmény. Az iskola küldetése, hogy a táncosoknak ne a külvilágnak való megfelelés legyen a cél. Sokkal inkább azt kell tudatosítani, hogy önmagukban tegyenek rendet. A táncos bevallása szerint nem csak a karantén adta lehetőségekhez való alkalmazkodás nehéz. Molnár Sándor bevallotta, éppen életmódváltásban van, diétát tart, közben online képzik magukat, külföldi táncosoktól tanulnak újabb lépéseket és mozgáskifejezéseket. A pedagógusok egészen kicsi táncosokat is oktatnak, akiket még nehezebb az új tanítási formában megfogni és megtartani. A piciket szülői segítség nélkül nem lehet online formában, hogy úgy fogalmazok, megfogni így a képernyőn keresztül. Nekik nagyon fontos a személyes kontakt, az érintések, a mosolygások, a kedves dorgálások, ami egy normál táncóra keretében megtörténik. A nagyobbak inkább, akik a kisiskolások és a nagyobbak hajlanak, vagy rávezethetőbbek erre az online oktatási formára. A táncpedagógus hozzátette, hogy ez a helyzet nagy kihívás elé állította a táncoktatókat, szülőket és minden táncolni vágyó diákot is. Hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a tánc szeretete és gyakorlása ne lankadjon ebben az időszakban.
fiatal együttessel kezdi az új szezont a Békés Csabai Előre NKS-e, a női kézilabda NB1-ben. A klub vezetése ismertette a 2020-2021-es bajnoki idény terveit, bemutatta az új vezetőedzőt, illetve bejelentette a távozó és az érkező játékosok listáját. A következő szezon kerete teljesen átalakul, ugyanis az eddigi alapemberek többsége eligazolt a Lilafehér együttestől. A klub a rendkívüli sajtótájékoztatót a 7.tv stúdiójában tartotta. A Békés Csabai Előre NKS-e gazdasági vezetője elsőként ismertette az anyagi nehézségeket, illetve a következő évi költségvetést. Fülöp Csaba kiemelte, hogy az anyagi stabilitás, illetve az értékmentés, értékmegőrzés volt a legfontosabb szempont az elmúlt hónapokban. Az önkormányzat a koronavírus miatt a támogatás 50%-át elvonta, így lényegesen kisebb összeggel kalkulálnak. Ha egy számot mondhatnék, akkor az a 100 millió forint lenne, tehát nagyjából egy 100 millió forintos költségvetés lőttünk be első körben a felnőtt csapat számára, hogy ez azokat a bevételeket tartalmazza, amelyekre már a klub vagy aláírt szerződéssel rendelkezik, vagy a központi bevételek vonatkozásában az előző időszak összegeivel megegyező. A klub elnöke bejelentette, hogy több alapember is távozik az együttestől, így 8 játékos máshol kezdi meg a következő idényt. Palánc György hozzátette, a fiatalok maradnak, többségükkel 2 éves megállapodást kötöttek. A sportvezető érkezőkről is beszámolt, Debrecenből 4-en teszik át a székhelyüket Békés Csabára. Az Előre emellett Székesfehérvárról, Egerből és Kisvárdáról is igazolt 1-1 játékost. Az első osztályú jövőnket még másfél-két hónappal ezelőtt megkérdőjelezte, nehézkessé tette a következő keretnek a kialakítását. Másrészt ugye sajnos január-február környékén a következő éves keretek nagyrészt kialakulnak, így nem vagyunk könnyű helyzetben. A következő szezonban már nem Horváth Roland irányítja a Lilafehéreket. Az új szakember Debrecenből érkezett, ahol korábban másodedzőként és vezetőedzőként is dolgozott. A tréner hangsúlyozta, hogy nem végleges a keret, ezért számít még érkezőkre. Vida Gergő elmondta, hogy várhatóan az NB1 egyik legfiatalabb csapatával dolgozik majd együtt, de nem csak neki, hanem a játékosoknak is bizonyítaniuk kell azt, hogy megérdemlik az első osztályú szereplést. Szerkezetileg jó lesz a csapatunk, hiszen vannak benne magas játékosok, és akik tudnak átlőésből gólt szerezni, illetve vannak alacsonyabb, jól cselező játékosok. Ez mindenképpen bővíti a taktikai variációnkat. Nagyon fontos lesz, hogy egy stabil kapus teljesítményt hozzanak a kapusaink. A Békés Csaba a tervek szerint júniusban kezdi meg az alapozó edzéseket. A klub célja, hogy stabilan bent maradjon az NB1-ben, amelyre az egyesület vezetése szerint minden esély megvan. A bejelentésről szóló részletes beszámolónkat a behír.hu hírportálon olvashatják. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon és tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!